Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális tanházban, a virtuális Beit Midrásban. Folytatjuk a múlt heti témát, Gníza, szent szemét, milyen tárgyakat kell eltemetni. És beszéltünk arról, hogy van maga a alapelv az, bibliai előírás az, hogy nem lehet megszégyeníteni Isten nevét azzal, hogy szent épület, mint a szentély vagy a zsinagóga, szent tárgy, mint egy tóra tekercs, egy tvilin, egy szent könyvet, hogy az ember elpusztítja, eldobja, kidobja a szemétben. Ez egy bibliai tilalom. Ezért mi történik? Mi történik, ha elhasználod egy tóra tekercs, akkor azt eltemetjük. A tóra tekercset még akkor is temetjük el, ha eléget, és hamu, csak a hamu maradt. A hamut el kell temetni, mert ez egy szent tárgynak a hamuja. És ahogy említettem, az egy nagy-nagy tragédiának számít. Ha leesik a tóra tekercs valakinek a kezéből, az már kötelez mindenkit, az egész közösséget, mindenki, aki ott van, kötelezi őket a bőtre, pláne ha egy tóra elég, az világ vége. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, ha hét, talán 8 éves voltam, és kitört egy tűz, szombat este volt, és úgy vasárnap reggel, amikor felkelt, azt hallottunk, hogy volt egy nagy tűz a zsinagógában, és egy vagy talán két óra elégett. Nem jelenti az, hogy teljesen elégett, szóval nem arról van, nem feltétlenül azt jelenti, hogy teljesen hamul lett belőle, de mindenképpen tönkre ment, mert egy szép része belőle elégett, és ez egy nagy tragédia volt. Előző este ott voltam abban a szobában, a zsinagógának abban a szobában, ott játszottunk, gyerekek voltunk, és másnap elégett a tóra, valahol éjjel, ez egy elektromos tűz volt, és ilyenkor még egy temetést, egy rendes temetést szerveznek, ami azt jelenti, hogy összegyűjtik a megmaradt részt egy ládában, ami hasonlít ugye a koporsóra, és a rabbi gyászbeszédet mond, és a gyászbeszédnek a lényege az volt, felszólítatta a népet megtérésre, csúvára, mert egy ilyen nagy dolog történt, akkor az egy jel az Istentől, hogy meg kell térni, és aztán a temetőben eltemették, és kaphat egy kis sírkövet is. Itt van eltemetve az a két óra, ami elégett ekkor is, ekkor a zsinagógában. De nem csak ezt el kell temetni, a túra elhasználódott, és már nem lehet használni, nem lehet javítani, azt is el kell temetni. Erről már vita van. Van, aki azt mondja, hogy itt nem feltétlenül el kell temetni, lehet hagyni a tóra szekrénybe. De olyan imódon kell hagyni, hogy ne legyen esélye arra, hogy valaki fogja használni, mert akkor az nem érvényes, ez a tóra olvasás, ez nem kóser tórában. Ilyenkor mi a teendő? Ilyenkor azt szoktak csinálni,
hogy általában a Tórának, ugye mikor összecsukjuk, akkor egy ővel összeökötjük, és aztán rátesszük a Tórának a ruháját. Egy nem kóser Tórát, ha megvan a veszélye annak, hogy valaki kósernek fogja venni, akkor az őv az kívülről megy. Úgy az ember ránéz, akkor ott van a Tórának a ruhája, és a Tórának a ruháján ott van az őv, és ez a jel arra, hogy nem kóser. Mondom egy példát. Én már jelen voltam, talán kétszer is, olyan esetben, hogy olvastak a Tórából, és a Tóra olvasó áll a zsinagóga középen, ugye a ortodox zsinagógában ősrégi hagyomány, hogy a Tóra olvasó asztal az középen van. Ő ott olvas, mindenki más nomtatott, humásból nomtatott Tóra könyvekből figyeli. Ha ő valamit rosszul olvas, akkor a közönség belejavít. Most az történt, hogy olvasott, belejavítottak. Újra olvasott, újra belejavítottak. Ismételte a hibát. És erre kiderült, hogy ő helyesen olvasta az, ami előtte volt, csak nem volt helyesen leírva. Jó, ilyenkor a rabbi ránéz, és tényleg azt látja, hogy nem kóser, akkor összetekerjük, összetekertek, rátettek a ruhát, és az övet kívülről eltették, és helyette hoztak egy másik tórát, és onnan folytatták. Mert ez egy szép új tóra, új, vagy 5 éves, 10 éves tóra, és nagy az esélyed, valaki használni fogja. És ezért rátettek az övet kívülről, és hétköznapon valaki jött, és megjavította. De ha nem olyan állapotban, hogy lehet hagyni ezt a tóra szekrénybe, akkor azt is el kell temetni. Most múlt héten már beszéltünk arról, vannak a szent tárgyak, és a szent tárgyaknak a segítői, például a Tóranak a ruhája, ami egy védő a Tórának, vagy egy dísz a Tórának, akkor az is szent, nem csak a Tóra szent, hanem a ruhája is szent, akkor azt is el kell temetni. Utána van egy tfilin. A tfilin az maga szent. Múlt héten kicsit bizonytalan voltam, és most utána néztem, nem csak a tfilinnak a tekercsei szentek, hanem maga a doboz is szent. Most ha a doboz is szent, akkor a külső doboz, a műanyag doboz, amit ráteszünk ahhoz, hogy védő legyen a tfilinra, akkor ez egy védő a szent tárgynak. Akkor azt is, ha ezt elhasználodott, akkor azt el kell temetni. Ha utána van nekem egy tfilin zacskó, amit ilyen szép hímzett tfilin zacskó, akkor az egy dísz a tfilinnek. Azt is, ha elhasználodott, akkor el kell temetni. A másik dolog az a micvának a tárgya. Ez előbb beszéltünk a szent tárgy, most beszélünk egy micva tárgyról. A micva tárgy az egy ünnepi csokor. A pálma ág, a luláv, a hadász, a mirtusz ág, a fűszva, az etrog, a citrus. Ez egy micvának a tárgya. Abban nincs szentség. A pálma ág nem lesz szent, akkor szent, amikor használjuk. Ünnep alatt el van különítve a micvára, nem lehet másra használni. De ha elmúlt az ünnep, elmúlt a micva, akkor ez egy sima tárgy. Ezt már nem kell eltemetni, de nem illik csak simán kidobni. A gyakorlatban mit csinálunk az ünnepi csokorról? Az ünnepi csokorot azt szoktak csinálni, szoktak ezt eltenni egy fél évre, Pesachra, és Pesach előtt, Erev Pesachkor. Pesach előtt egy nap, amikor elégetjük a hamécat, a kovászost, a kenyert, a süteményt és ilyesmi, akkor ugye kell tüzelőfa. Akkor használjuk fel a
az ünnepi csokrot is erre, és ez a talmudi mondás, a Talmud úgy mondja, mi de aved be mitzvah háda, neved be mitzvah rita. Ha már csináltak vele egy mitzvát, az ünnepi csokrot, szukott, sátrak ünnepen, csináljunk vele még egy mitzvát, azt pedig, hogy elégetjük vele a homécot Pesach előtti napon. Ez az egyik dolog, amit lehet csinálni. A másik dolog, amit lehet csinálni, ha az ember nem akar várni vele egy fél évet, vagy nincs hova tenni, vagy ilyesmi, akkor azt lehet csinálni, hogy kidobni, de tisztelettel. Mit jelent tisztelettel? Az ember beteszi egy zacskóban, vagy ha nagyon akar, akkor két zacskóban, és akkor lehet kidobni, mert azt jelenti, hogy egy kicsit védve van. Igaz, hogy kidobta a szemétben, de mindenképpen megtisztelte az, hogy becsomagolta. Azt nem kell eltemetni. Ugyanígy, ha egy cicit, ugye a Tóra azt mondja, ha van egy ruha, aminek négy sarka van, rá kell tenni a rajtakat, a cicitet, akkor ha elhasználod, akkor nem illik csak simán, kidobni, hanem vagy eltemetjük, valamikor eltemetjük, és valamikor egy zacskóba be lehet tenni, és akkor így kidobni. Most nézzünk meg egy kicsit az, hogy milyen, hol kell eltemetni. Másodperc. Igen. Jól mondta. Csak akkor biztos lenni abban, mert cicitet sokszor lehet látni, az emberek elhozzák a zsinagógában, Gnízába, de valójában nem kell elhozni Gnízában, mert a cicit nem szent. Amikor még a micvát teszünk vele, akkor tiszteletbe kell tartani, nem lehet másra használni, és ahogy elhasználod, és már nem áll a micvára, akkor ki lehet dobni, de akkor csak nem, csak így simán dob. De térünk vissza a Tórára, és a szent tárgyaknak a gnízájára. A Tóra, a tfilin és a mezuza azok a legszentebb tárgyak. Ezeket, ha eltemetjük, nem elég sima zacskóban eltemetni, hanem azt mondja a halachabi klicheres. Klicheres azt jelenti, hogy agyag edénybe be kell tenni, és így eltemetni, ami azt jelenti, még eltemetve is védve van nagyon sokáig, ki tudja hány évre mindenképpen védve van, lehet, hogy idővel az edény már nem fogja bírni, de nem biztos. Sokan, nagyon sokan, hosszú éveken keresztül fogja bírni, és így kell eltemetni. Az biztos, hogy a Tóra tekercs, azt jelenti maga a pergamen. A kérdés az, hogy a tfilinnak a dobozai, ami része a tfilinnek, azt is el kell temetni agyag edénybe, vagy sima edénybe, erről vélemények vannak, de mindenképpen a Tóra, a tfilin és a mezuzát lehet együtt egy edénbe eltemetni. Erre az van írva, ma például egy erős műanyag valamiben be lehet tenni, mert az sem egy tönkre így a föld alatt, és akkor így sokáig fog így maradni. Ha mondjuk, hogy volt egy tűz, és a tóra is benne volt a tűzben, jött a tűzoltós, ráspriccelt a vizet, és így állította le a tüzet, nem kell a tórát először kiszárítani, és aztán eltemetni, úgy, ahogy van, el lehet temetni. Ez a tóra tekercs, a tfillin és a mezuza.
azt külön tartós edénybe el kell temetni. A temetőben, minden zsidó temetőben volt az oldalon egy gníz, ahol szoktak eltemetni ezeket a dolgok. Természetesen régen sokkal kevésebb temetni való volt, sokkal drágább volt a nyomdai tárgyak, kevésebbet nyomtatták, amit kinyomták, és az ember megvette, azt nem olyan gyorsan és ilyen könnyen kidobta, és ez egy sokkal kevésebb temetni való van. Ma sokkal több volum, mennyiséget temetnek el. Ma például, csak mondom egy példát, Sábeszke az ember jön a zsinagógában, ott van a zsinagógában az Egység című folyóirat. Igen, azt a legtöbb ember nem teszi el, még akar is, ha őrizni akarja, akkor az elektronikus változatot őrzi. És azok kerülnek, mint gníza. Minden héten van egy Good Shabbos, ami megy gnízába. Izraelben, az ember eljön a zsinagógában, nem egy ilyen heti kiadványt talál, hanem 8-10-15. Minden szervezet, valamikor maga a zsinagóga ad ki egy kiadványt, a rabbi ad ki egy kiadványt, Chabad, még akár a Likud, Bibi Netanyahu-nak a pártja, a Likud, még ad ki egy ilyen heti kiadvány, a heti szakaszról, mert úgy éreznek, hogy akarnak ápolni a kapcsolatot azokkal a zsidókkal, akik járnak zsinagógában. És akkor van egy olyan kiadvány, Likud adja ki, és ott van mindenféle írások a heti szakaszra. De mondom, 10-15 olyan van, és Sábesz után a nagy része megy Gnízában. Ez egy hihetetlen nagy mennyiség megy ma Gnízába. Múlt héten már említettem, hogy elvileg egy használható könyvet azt nem szabad Gnízában tenni, mert az is egy megszégyenítése a könyvnek, a tórának, a tfilinek, hogy használható, és senki nem tart rá igényt, és eltemetik. Ma ez egy kicsit könnyebb, mert ha ez egy heti lap, ami múlt héten a heti szakasz megjelent, az már úgy lejárt, hogy már nem használható. És ugyanígy, de vannak szebb imakönyvek, szebb kiadványnak, a régieket már nem fognak használni, ezért a gyakorlatban azt is szoktak eltemetni. De a nomtatott dolgok és a külső dolgok, mondjuk a tórának a ruhája és a dísze és ilyesmi, az elég sima nylon zacskókban eltemetni a földben. Érdekes dolog, hogy a Shulchan Aruch előírja azt, hogy egy tóra, vagy tfilin, vagy ilyesmi, akkor erre az van írva, hogy vagy egy tóra tudós sírjában legyen eltemetve, vagy rögtön mellette. Ami azt jelenti, hogy a tóra tudósnak a kaposot betesznek a földbe, és mielőtt rátesznek a földet, akkor egy pár edény, vagy ilyesmit betesznek oda, és aztán lefedik. Ha nem, akkor legalább mellette. Ugyanígy egy pár zacskó különböző nomtatott kiadványok, könyvek, vagy ilyesmi, az szintén ember sírban el lehet temetni, vagy mellette. A szokás az van írva, hogy mellette szoktak ezt eltemetni, de ebben az esetben nem feltétlenül fontos maga egy temető. Azt jelenti, hogy ha valakinek van egy telek, és egy őrzött helyen el tudja temetni, akkor nem kellett legyen temető.
a lénegadat őrzött helyen legyen, mert kidobni ugye nem szabad. De olyan helyen eltemetni, hogy lehet, hogy fél év múlva, vagy egy év múlva fognak ásni, és minden, ami ott van, ki fogják dobni, az természetesen nem szabad, mert olyan, mintha egyenesen kidobtam volna a szemétben. Az természetesen nem szabad. Illik, hogy legalább 24 centi mélységben legyen eltemetve, mert akkor tényleg el van takarva, és véde van. Hallachikusan nem kell jelölni. Nem kell jelölni, hogy itt van eltemetve, ez is az. Ez nem olyan, mint egy sír, ahol előírás, hogy jelölni kell. Ez több szempontból előírás, hogy senki ne lépjen rá, hogy tudjanak, ki van eltemetve, maradjon egy emlék. A könyveknek és ilyesminek nincs előírás, hogy és emléket, sírkövet kell állítani. Ha ember el van temetve, akkor nem szabad rálépni fölötte, mert ez egy megszégyenítése az embernek. Ha Gníza, hogy múlt héten mondtam, Seimesz el van temetve, akkor szabad fölött, ha el van takarva, legalább 3 tefa, 24 centi, akkor szabad fölött járni, az teljesen rendben van. Ha nincs olyan előírás például, hogy rendszeresíteni kell, hogy a könyveket úgy kell eltemetni, hogy szépen egymás mellett rakni őket, hanem lehet csak így egy nagy halom, egy nagy zsákban, csak betéve, nem kell ezt rendezni. Érdekes, hogy általában, ahogy beszéltek múlt héten, egy könyvet nem szabad dobni. Ha valaki kér tőlem, hogy ima könyv, valósbűs, oda dobni, azt nem szabad. De amikor zsákban van, és temetésre kerül, akkor nem kell ilyen szépen betenni a gödörben, ahol eltemetik, szabad ide bedobni, vagy ilyesmi. Illik, hogy zsidó temesse el, nem kötelező, de illik, hogy zsidó temesse el. Azt semmiképpen nem szabad elégetni a gnízát, még abban az esetben is se szabad elégetni a gnízát, ha nem tudjuk eltemetni. És tartunk tőle, hogy mi lesz ezzel. Ha itt fogunk ezt hagyni, akkor lehet, hogy fognak jönni mások, és megszégyenítik. De akkor is kézzel nekünk nem szabad ezt megszégyeníteni és elégetni. A legtöbb zsinagógában van egy sorok, egy kijelölt hely, ahol lehet elhozni gnízát. Izraelben minden városban az önkormányzat gondoskodik, hogy legyen egy gníza hely. Nem egy, attól függ, milyen nagy a város, és milyen sok vallásos zsidó lakik ott, és akkor ők gondoskodnak ennek az eltemetésére. Ez Izraelben sok helyen a posta mellett, a mikve mellett, szóval mindenki tudja, hogy hol van a gníza, és oda lehet bedobni. Van egy ilyen kis ablak, és oda lehet bedobni. Külföldön általában a zsinagógában viszik a gnízát. A probléma az, én emlékszem, mikor gyerek voltam, akkor minden további nélkül, lehetett elhozni a zsinagógában, és a Samesz azt tudta már, hogy ezt el kell tenni. A probléma az lett, hogy mondtam, az utóbbi 20-30, talán még, igen, utóbbi 30 évben annyivel olcsóbb lett a nyomtatás, van otthoni nyomtatás, szima, nyomtató és ilyesmi, hogy nagyon sok gnízával való van,
a zsinagóga már nem tudja vállalni. Miért? Mert ez borzasztó nagy költség. Amikor el kell temetni, hogy hogyan kell eltemetni. Erre vannak olyan emberek, akik foglalkoznak ezzel, de nekik fizetni kell. És általában kilóra megy. És ezért ma már a legtöbb zsinagógában külföldön nem lehet elvinni gnízát, mert ez pénzi kár okoz a zsinagógának, a plusz kiadást, egy komoly kiadást jelent a zsinagógának. Van, ahol azt mondanak, ezen a héten lehet hozni, és akkor be kell fizetni egy bizonyos összeget, hogy azt mondanak, senki ne hozzon ide gnízát. Emlékszem Brooklynban, nem egyszer láttam, például Williamsburgban, az a magyar negyedben, ott Brooklynban, áll egy nagy teherautó, és rá van írva, Shimes, lehet hozni, és az ember hoz, és akkor, mit tudom, attól függ, milyen nagy az acskó, $5, $10, $20, és akkor így egyenesen a teherautóra megy, és akkor ez az ember gondoskodik, hogy legyen eltemetve. Én ismertem egy bácsit, aki a 60-as, 70-es, 80-as években foglalkozott ezzel, de ő, ez még régebben volt, amikor nem volt olyan sok ilyen új anyag, hanem nem kidobott régi, elhasznált dolgok, ő elvitte a Shimes, és utána szortírozta őket. Mert nagyon sok ember nem tudja, hogy mikor van egy értékes régi könyv. Nem minden könyv egy gnízába való, hanem van olyan könyv, amit el lehet adni, mert ez egy érték. Épp ma meséltem a fiamnak, hogy az Alter Rebbe, az első Chabad Rebbe, Rabbi Schneur Zalman, ő maga szerkesztett egy ima könyvet. Mert pontosítatott minden, háromszor adta ki az élete során. Mind a három kiadásból nem maradt semmi, nem maradt egy darab se, csak az első kiadásnak van egy darab a világon. Utána, a halála után megjelent még háromszor, az megint sehol nincs. Történet úgy szól, hogy valaki Jeruzsálembe kicsit rendezte a könyves polcát, és látod, ott van a könyves polcán egy ilyen elhasznált régi könyv. Ránéz, látja egy imakönyv. Kinek kell ez az imakönyv? Azt mondta, mielőtt kidobja, elviszi egy szakembernek, aki foglalkozik régi könyveken. Az illető ránéz, és azt mondta, huha, ez egy Chabad, egy régi Chabad imakönyv. Ezt nem lehet kidobni, azt mondta, én adnék neked $7,000 érte. $7,000 az valami 3 millió forint, talán 4 millió forint. 3 millió forintot adnék neked. Nem. 7000, ez majdnem 3 millió forint. Az ürökkel nagyon boldog volt, hogy ott volt az ő polcán, nem volt mit csinálni, és legalább el tudja adni 3 millió forintért. Az illető rögtön továbbadta négyszeres áron, azt jelenti, hogy a 3 millió, akkor 12 millió forintet adta el, mert volt rá vevő. És nagyon boldog volt, hogy milyen jól keresett. A másik ember, aki megvette, szinte négyszeres árral adta tovább. És ez egy olyan imakönyv kiadás, ami szinte sehol nem maradt meg, ez az egyetlen példán, ami előkerült. Lehet, hogy idők során még egy példán fog előkerülni. Ezért vannak olyan régi könyvek, ami nem ér semmit, 100, 200, 500 vagy 1000 forintot ér, és van egy olyan régi könyv, ha valaki mázlia van, akkor 3, 4, 5 millió forint is érhet egy régi könyv. És ez a valaki, aki gnízával foglalkozott, akkor összeszedte a gnízát, utána szortírozta, és az értékes könyveket azt kivette, és a többit eltemetett.
volt egy kérdés, hogy Hanukkákor szabad-e felhasználni Hanukkákor egy elhasznált cicitnak a rajtjait, konocnak ezt felhasználni. És a válasz erre, hogy igen, hogy mondtam, a cicit, amikor még cicit van használva, embernek például nem szabad neki a cicitet levenni, és ezzel az asztalt szárítani, törölni az asztalt, ez nem lehet. De ha a cicit már elhasználodott, akkor már lehet valamire használni. Az van, nem szabad egy szégyen. Azt jelenti, hogy az ember ne használjon ezt törlőnek, de a rajtot például cicitet Hanukka gyertyára használni, annak nincs elvi akadálya, mert ez egy micva. Ahelyett kidobna, ahelyett akkor legalább felhasználja egy micvára, annak nincs semmi akadály. Itt van itt némi hasonlóság természetesen, egy emberrel, aki meghalt és el kell temetni, mert meg kell adni a tiszteletet az embernek, még akkor is, ha már nem él, a holttestének jár tisztelet, hasonlóképpen az ember, az elhasznált szent tárgynak is, még akkor is, ha már nem használható, a szentsége az még megmarad. És ezért azt el kell temetni, kivéve csak egy micva tárgy, annak nem volt szentsége. Teljesen másik kérdés, hogy mi történik egy zsinagógával. A zsinagóga is egy olyan hely, ahol imádkozunk benne. Ezért elvileg egy zsinagógában van szentség. A zsinagógában van szentség. Csak erre azt mondjuk, a külföldi zsinagógák, azok minden úgy lett szentre felhasználva, altnáj, feltételet. Addig, ameddig szükség van rá, legyen szent, amikor már nincs szükség rá, ne legyen szent. Addig, ameddig van közösség, addig, ameddig a közösség tulajdonában van, addig nem lehet használni a zsinagógát másra. Például nem lehet használni a zsinagógát raktárnak, és nem lehet a zsinagógát használni táncteremnek, mert nem illik egy zsinagógának. Egyszer mondtam is egy barátomnak, aki láttam, hogy a zsinagógában mindenféle eseményeket tesz, az nem illik. A zsinagóga nem csak ima alatt szent, a zsinagóga az mindig szent. Hasonlóképpen egy régi zsinagógát átalakítani, mit tudom, más teremre, az nem helyes. Mikor lehet, ha eladták a zsinagógát, és már nem a hitközség tulajdonában van, akkor más. Akkor már nincs a szentség. A probléma az, hogy egy zsinagógát nem lehet ilyen könnyen eladni. Miért? Mert a zsinagóga, ahogy mondtam, a zsinagóga az egy szent hely, és arra való, hogy imádkozzanak, és nem lehet megszüntetni. Most az, ami volt itt az átkosban, hogy bizonyos esetekben a hitközség vezetői, a mióknak a vezetői nyomást gyakoroltak a hívekre, hogy menjenek át egy másik szobát, egy kisebb szobában, mert a nagy szobát el kell adni iskolának, vagy ennek, vagy annak a tanácsnak, vagy ilyesmi, ez természetesen nem helyes, mert egy működő zsinagóga, ott, ahol még folyik az ima, azt nem szabad megszüntetni. Sőt, még a Talmud azt is mondja, és ezt a halacha elfogadja természetesen, hogy ha akarnak lerombolni egy kis régi zsinagógát, azért, mert azon a helyen tudjanak építeni egy nagyobb és szebb zsinagógát, az se szabad. Miért? Mert tartak tőle, hogy a lerombolás az le fog menni, és utána valami közbe fog jönni, és nem fog felépülni az új.
Fordítva lehet. Először építik az újat, és aztán a régit lerombolják, mert szükség van a helyre, a pénzre, a téglára, vagy mit tudom én. Az igen. De először lerombolni, és utána építeni újat nem lehet. Ezért egy működő zsinagóga semmiképpen nem lehet eladni. És sajnos a háború után, és 56 után, és a 60-as, 70-es évek sokszor vidéken már nem volt egy zsidó se a városban, ott már bizonyos feltételek mellett el lehet adni a zsinagógát, nagyon muszáj, csak ennek van egy morális felelősség is. Ne engedjük, hogy a zsidóság teljesen tönkre menjen, tűnjen el. Ne legyen nyoma. Zsidók nincsenek, mentek Auschwitzban, a túlélők, az a pár túlélő elhagyta a falut, a várost, és aztán a zsinagóga is le lesz rombolva, akkor nem lesz nyoma a zsidóságnak, maximum a temető az, ami meg fog maradni. Szóval az egy morális felelősség. De be kell vallanom, hogy nagyon sok esetben, amikor a zsinagógát eladtak, és lett belőle könyvtár, vagy kultúrház, vagy ilyesmi, és megőriztek a zsinagógának a jellegét, rá lehet ismerni a zsinagóga, és sőt, írva is van valamelyik falon, rá is van írva, de ez a zsinagóga, az nem egy rossz ötlet, mert így legalább nem fog összeomlani a zsinagóga. Sok helyen, ahol nem sikerült eladni a zsinagógát, a zsinagógának áll, előbb-utóbb a tető beszakadt, eső által tönkre, mert aztán összeomlik a zsinagóga, az semmiképpen nem jó. Például, nagyon szívhez szóló, én jártam apámmal nem egyszer, Paksra jártam, mert a nagyapám újpesti volt, és a nagymamám paksi lány volt. A nagypapa Újpestről oda házasodott Paksra, apám, aki a második gyerek volt, ő ott született, a végén visszaköltöztek Újpestre, és mindig utaztak Paksra. Amikor mentünk Paksra, akkor mentünk a temetőben, és minden, és utána bementünk a könyvtárban. Miért a könyvtárban? Mert a könyvtár az volt a zsinagógában. És erre az apám, emlékszem, felment az emeletre, és mondjuk, ha jól emlékszem, akkor a második sor, ott ugye a könyves polcak vannak, és a második és a harmadik között, ha jól emlékszem, ott állt meg, azt mondta, itt imádkozott a nagyapám, és itt szeretnék elmondani a délután imád, ott a könyvtárban, a második emeleten, a második és a harmadik polc között, és ott mondta el a mincha délután imád, ő is, én is, mert ez a nagyapámnak a helye volt. Legalább az épület fenn van tartva, hogy bejön az épületben, akkor van egy fénykép, a régen, hogy nézett ki a zsinagóga, van egy leírás, hogy mikor épült, és a közösséged, stb. Hát sajnos Pakson nem maradtak zsidók, annak ellenére hallottam, hogy egy vagy két zsidó oda költözött az idők során utóbbi 10 évben, de már a régi zsidókból már nem maradt senki, és így legalább az épület az fennmaradt. Ezért addig, ameddig az épület az a zsinagóg, a hitközség kezében van, addig nem igazán múlt el a szentség. Addig nem lehet csinálni belőle más dolog. Ha eladtak a zsinagógát, ott, amikor szabad volt, mert nem volt már közösség, stb., akkor ha használnak egy méltó célra, akkor az nem a világ vége. Csak az nem tetszett, hogy pár évvel ezelőtt egy cél valamelyik vidéki zsinagógában, ami azóta valami kultúrház lett, akkor egy szélső jobboldali párt ott kampánygyűlést akart tartani, mert azt ellenmond az emléknek. Ugye a zsidók építették, olyan zsidók, akik sajnos Auschwitzban maradtak,
és utána az, abban az épületben, ahol mentek imádkozni, ott egy ilyen jellegű gyűlés történjen, az nem helyes. De ha kulturális esemény történ, az nem a világ, az nem a világ vége. Engem mindenképpen fáj, amikor járunk egy városban, és még mondom, már zsinagóga sincs meg. Például, ugye évente kétszer szoktunk járni Ráckevére, a Dunaparti hétvégére, és a háború előtt Ráckeven volt zsidó közösség. Status quo közösség volt. Sajnos a zsinagóga nem áll, nincs nyoma a zsinagógának, helyette ott van egy bank, de az egyik külső falon van egy tábla, ezen a helyen állt a zsinagóga. Jó, az lehet mondani, valamivel több a semminél, de nem sokkal több. Mert nincs, az ember nem veszi észre a kis táblát, akkor már semmi nincs ott. Szóval ez... De legalább megemlékeznek rá. Az igazság az ott a Ráckeven kerestem a temetőt, és nem találtam, annak ellenére hallottam, hogy van temető. Majd. A legközelebb megyünk, ugye most a pandémia alatt, a Covid alatt nem járunk, nem szervezünk ilyen összejövet, majd legközelebb megyek, akkor még egyszer ránézek. Talán lehet eljutni a temetőbe. Ez mindenképpen ez itt a Gnízának az előírása. Figyelni kell, hogy egy könyv, ami elhasználható, nem szabad kidobni. Még jobban kell figyelni, hogy van egy könyv otthon, egy zsidó témájú könyv, egy szent könyv, akar használva legyen, mert egy könyvnek az is egy megszégyenítése, ha nincs használva, és nincs igény rá, és hogy ahogy a Talmud azt mondja, hogy mindenki, aki tiszteletet ad, megtiszteli azt, amit meg kell tisztelni, akkor ő is megvan tisztelve. Szóval mi meg fogunk adni a tiszteletet ennek a minden ilyen szent tárgynak, akkor mi is leszünk megtisztelve ember és Isten által. Nagyon szépen köszönöm. Holnapi napon folytatjuk a sorozatunk a Zoharból, a ragyogás könyvéből, az Kabbalának az alapkönyvéből, kedeste Isten segítségével haszi történetek, szerdán este pedig a kérdezd a rabit, és csütörtökön este egy téma a heti szakaszban. Nagyon szépen köszönöm, és a viszontlátásra, jó éjszakát!